Hello, hello, Tomi vagyok, ez meg itt az Eszel, Edzel, Jól Leszel Vlog, konditermi gyakorlatokról szóló sorozata, a Gyúrjás szépen, amiből megtanulhatjátok a konditermi gyakorlatok helyes végrehajtását. A kitörés egy kiváló gyakorlat nem csak a comboknak, hanem a csípő stabilizáló izmoknak az erősítésére, illetve a far erősítésére is. Mutatom, hogy hogyan kell jól csinálni. Az alapállás egy nagyjából csípőszéles terpesz, és innen gyakorlatilag annyit kell majd csinálnatok, hogy előre fogtok lépni, de előtte megmutatom azt, hogy a medencéteknek hogy kell helyesen állnia. Mindig megbillentitek egy picit a medencét, hogy a has az tökéletesen feszes legyen, és a törzsetek pedig egyenes legyen. A testetek az a gyakorlat végzési közben folyamatosan merőleges a földre. Ebből a pozícióból nincs más dolgotok, mint hogy előre léptek olyan távolságra, hogyha lementek, akkor mindenhol derékszöget zártok be. Fontos, hogy az alsó pozícióban a térdet ezt nem teszitek le, hanem mindig itt megtartjátok. A kezeteket tehetitek csípőre, de tarthatjátok a törzsetek mellett is, ahogy tetszik. Nagyon fontos, hogy amikor lent vagytok az alsó pozícióban, így, akkor a térdetek az nem eshet befelé, de ne is nyomjátok kifelé, hanem a térd, az mindig a lábfejjel egy vonalban van. Figyeljetek oda, mert különben kinyírjátok a térdeteket. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez a videó, hogyha érdekel a többi konditermi gyakorlat helyes végrehajtása is, akkor kattints a lejátszási listára. Hogy ne maradj le az új videókról, iratkozz fel a csatornára és nyomd meg a csengőgombot is. Tolom a kontentet a Facebookon és az Instagramon is, úgyhogy mindenféleképpen kövess be és szórd a szívecskéket. Ha tetszett a videó, bökj egy lájkot, és ne feledd, mi a mondás, eszel, edzel, jól leszel.